A Carmen főszereplője és rendezője a vendégünk, sök Atala és Kerényi Miklós Gábor. Jó estét kívánok! Szép estét! Hétfőn a Szegedi Hírek már forgatott a Carmen miatt, méghozzá azért, mert Pót gyermek statiszta válogatás volt, de úgy tudom, hogy azért ők még ott maradtak a válogatás után is, hiszen hétfőn meg is kezdték Szegeden a Carmen próbáit. Ez így igaz. Óriási lendületekkel elindult az élményoperának a próbája, és azt gondolom, hogy valamennyien állíthatjuk, hogy az idő az bőségesen elegendő lenne, ha kétszer ennyi lenne. És mitől élményopera? Én azt gondolom, hogy valaha az opera volt az a műfaj, ami pótolta a színes szélesmászló filmet, a rockkoncerteket, a nagy stadionok különböző eseményeit. Mára valamitől ez elszürkült, és én azt gondolom, hogy vissza kellene állítani az operának azt a hihetetlen hatását, amivel rendelkezik ez a műfaj. Tömegekre kell hatni. Igazából el kell érni, hogy mindenkinek fantasztikus élményt jelentsen, gondolati kalandot az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig egyszerűen egy olyan felfokozott szórakozást és egy lelki megtisztulást, amit csak egy igazi, szimfonikus, zenekari, csodálatos opera okozhat. Sök Atala visszatérő vendég Szegeden, ugye korábban dolgozott a Szegedi Nemzeti Színházban, és aztán pedig utána igazi kalandos évek következtek, különböző operaházak meghívásai, majd utána ugye Budapesten is. Mostanában merre felé lehetett találkozni önnél, és milyen a visszatérés Szegedre? Nagyon jó, köszönöm szépen. Ugye jól tudják, hogy 96-ban itt debütáltam, akkor még főiskolás sem voltam. Aztán a diploma után itt folytattam, 2 évig a Szegedi Nemzeti Színháznak voltam a tagja. Most ebben az évadban elég sokat szerepeltem a budapesti állami operaházban, aztán Prágában volt egy produkcióm, és utána most jöttem meg a múlt héten Párizsból. És milyen lesz a Carmen a szegedi szabadtéri játékokon? Tüzes? Temperamentumos? Most gyúrjuk, igen, remélem. Nagyon csábító. Ahogy a rendező úr is mondta, ugye ez egy élményopera lesz, tényleg. Én ma úgy kezdtem a napot, hogy 15-20 nagyon klassz fiatalemberrel táncpróbám volt. Úgyhogy reméljük a legjobbakat. Igen. A szegedi színházbarátok talán tudják, hogy az ön opera rendezői karrierje is tulajdonképpen Szegeden kezdődött annak idején, és akkoriban a kritikusai hol dicsérték, hol pedig bírálták azért, hogy az opera rendezése egy kicsit közelít a musicalek felé. Hát ez egy nagyon nehéz történet erre válaszolni. Én akkor is, közben is, ma is abban hiszek, hogy a közönség számára kell operát, operettet, musicalt rendezni. Nagyon fontos, hogy az operát sokan nézzék, sokan szeressék. Amikor itt a Bolygó Hollandit bemutattuk 1988-ban, akkor rettetesen féltek, hogy hány előadás lesz belőle. Idézőjelben mondom, de azt írták a kritikusok, hogy operett siker. 16-szor ment az első évben Wagner, Richard, Bolygó, Hollandia. Az általános bizonyítvány pedig nem kell. Az általános iskolás felső tagozatosok is el tudtak jönni, és meg tudták nézni, és az opera barátoknak is élmény volt, és azóta az előadást az operaház is átvette és játszotta. Létezik olyan előadás, amit különböző szinteken lehet befogadni, és ami igazából véve hatásos a közönségre, de igen, rengeteg eszközt, effektust kell tartalmazni egy ilyen előadásnak, és nem számíthat arra, hogy csak a Whitefülű nagyon felkészült nézők élvezik. Az előbb említett hatásossághoz kellenek a külföldi énekesek is? A külföldi énekesek mindig... Hiszen ugye a Carmenben lesznek? Mindig jót tesznek egy produkciónak, ha megjelenik benne egy külföldi énekes, aki nagyon fegyelmezett, nagyon profi, nagyon behatárolt módon jön, baromira tudja a szerepet, és nagyon felkészült. De le kell szögeznem, hogy mi magyarok, amikor mi vagyunk külföldön, mi is ugyanilyen felkészültek vagyunk. Tehát Atala, amikor külföldön van, ugyanígy egy rendkívül felkészült művész. Amikor nagyobban megfelelni akarás ilyenkor? Egy művész számára? Talán ez is, igen. Igen, talán ez is. Meg hát ugye ott az ember akkor vendégművészként jelenik meg. Az elvárás, igen, azt hiszem, hogy nagyobb az elvárás. Nem csak ennyi. Nincs vendégművészként, az ember nagyon drága. Én, mint rendező is tudom. Fizetni kell az úti költséget, fizetni kell a szállást, fizetni kell, tehát nagyon drága a dolog. Nincs idő arra, hogy most ilyen bajom van, olyan bajom van ezzel.
csak és kizárólag azzal a produkcióval lehet foglalkozni, nagyon felkészültnek kell lenni, és ez mindenkire, és ezért jó az, hogyha vannak vendégek. De közben az is nagyon fontos, hogy magyarok is legyenek egy produkcióban, sok-sok magyar, és legyen mellettük egy-két vendég. És mondjuk azt is megszoktuk, hogy szegediek is vannak. És nem szegediek. Hiába az előbb beszéltünk a statiszta válogatásról. Így van. Nekem a statiszták, a szegedi statisztéria az egyik kedvencem, ezt én őszintén megmondom. Nagyon jó hangulat szokott lenni, pont ezért a próbánkon is. Szereplőként ott bent tapasztalják is ezt a jó hangulatot a csapaton belül, akár a külföldi művészekkel együtt? Most erről a produkcióról beszélünk. Igen. Nem tudom erre mit mondjak, most lement a vérnyomásom, náragul. Erről nem. Természetesen, igen. Talán az annyi elég, hogy ha folyamatosan és jól tud menni a munka, akkor azt hiszem, hogy nem is kell több bizonyíték rá. És még egy picit visszakanyarodunk ahhoz a témához, amit említett, hogy közönségbaráttá tenni az előadásokat, akkor ez abból is jöhet, hogy talán valamelyest mostohább helyzetben van az opera, napjainkban, mint mondjuk volt korábban, amikor említette, hogy akár volt ez a nagyon sikeres előadás? Én azt gondolom, hogy ez szemléleti kérdés. Tehát vissza kell szereznünk azt a hitet is, és vissza kell szerezni azt a meggyőződést, hogy az operát sok-sok embernek akarjuk játszani. Nem pár érdeklődő vájtfülűnek. Az opera egy csodálatos műfaj, magával ragadó zene, ha van mögötte látvány. Ha van mögötte őrület, ha van mögötte szélsőség, anélkül egy régi módi, unalmas, álmatag valami, erre senki nem kíváncsi. Ehhez mit tudnak hozzátenni? Arról nem beszélve, hogy ez egy nyári produkció, tehát itt az emberek ugye nyáron mégiscsak valami szórakoztatóra vágynak, tehát az ezt is tudni kell, hogy és ráadásul ugye ez egy szabadtéri színpadra, tehát az adottságok is olyanok szerintem, ahol igenis lehet tombolni és lehet mindent megmutatni. Jól tudjuk, hogy Bizet Carmennyi az egyik legnépszerűbb opera a világon. Maradtak még gondolatok, értékek, amiket még eddig nem derítettek fel benne? Hát én azt gondolom, hogy minden mű egy olyan sok ismeretlenes egyenlet, hogy csodákat lehet benne kitalálni. És hát az emberi fantázia szerencsére azt mondhatom, hogy határtalan. A mi előadásunk most egy nagyon mai előadás lesz. Tulajdonképpen valahol Dél-Amerikában játszódik, és egy ilyen földrengés sújtott a területen. Ott él ez a különleges, csodálatos, fantasztikus nő, aki igazi atalai nő, aki tulajdonképpen mindenkit elvarázsol a maga szabadság vágyával. Hát ennél jobb ajánló, azt hiszem, hogy nem is kell az előadáshoz. További jó munkát kívánjuk, és köszönjük, hogy itt voltak. Köszönjük.